ökopolitikai gondolkodásmód nyári akadémia Sástón. Befogták a Detki óvodába költözött mély családot. Határtalanul költészet és természet megismerésének nyomában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! Sástó ad otthont idén az Ökopolis Alapítvány 6. alkalommal megrendezett nyári akadémia programjának. A résztvevők kerekasztal beszélgetéseken, vezetett túrán és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a Mátrában töltött 4 nap alatt. Az állampolgárok politikai kultúrájának fejlesztése, az ökopolitikai gondolkodásmód népszerűsítése, az állampolgárok közügyekben való részvételre ösztönzése. Ilyen és ehhez hasonló célokat fogalmazott meg a Lehet más a politika párt, amikor megalapította az Ökopolis Alapítványt. 4 napos nyári akadémia programjuknak idén első alkalommal a Mátra, azon belül is Sástó adott otthont. Elsősorban az ökopolitikai eszmeiségnek a képviselete a legfőbb feladatunk. És hát ezen a hétvégén is igazából e körül forognak természetesen a mondani valóink, a helybeszélgetéseink, a nagy plenáris beszélgetéseink, viszont ettől függetlenül azért nem fogjuk megkerülni a Magyarországot egyébként ugye lázban, elmúlt fél és egy évben lázban tartó eseményeket sem, tehát hogy volt itt egy országgyűlési választás, természetszerűleg ez is szóba fog kerülni, ennek egyfajta értékelése, illetőleg a 21. századi pártok, a 21. századi Magyarországnak a politikája, tehát ami szintén nagyon-nagyon fontos. Kell-e félniük a politikusoknak a civilektől? Milyen következtetéseket lehet levonni a 2018-as kampányból? A program sorozat Keresztes László Lóránt, Pápai György, Gulyás Márton és Glid Viktor civilek és pártok című kerekasztal beszélgetésével kezdődött. Nagyon sok helyen ott vannak a helyi civilek, és itt a munkakapcsolatok élőek, tehát nagyon sok példát tudnék mondani, én magam pécsi vagyok, és nekünk is nagyon aktív munkakapcsolatunk volt az önkormányzatban, már ciklusok óta erőteljes képviselettel rendelkező civil szervezettel. Itt most az lenne a legfontosabb feladatunk, hogy egyfajta együttműködést alakítsunk ki, ami már azt is magában foglalja, akár közösen is indulhatnánk a választáson. Ez lehetőséget adna, hogy egy nagyon komoly változást generáljunk itt a politikai viszonyok tekintetében, és sikerülne legyőzni a Fideszt nagyon sok város esetében, akkor nagyon komoly minőségi javulás következne be a magyar demokrácia állapotában véleményem szerint. Magyar médiaviszonyok, a zöld politika jövője, a globális rend átalakulása. Ehhez hasonló témákról is hallgathattak a hétvége folyamán még kerekasztal beszélgetéseket a nyári akadémia résztvevői. Emellett egy vezetett túra keretein belül megismerhetik a Mátrát, valamint kézműves foglalkozásokon és napindító jógaórákon is részt vehetnek. Méraj költözött a Detki óvoda udvarának egyik túljájára. Az állatok már a kaptár építéséhez is hozzáláttak, amikor az egyik dolgozó észrevette őket és azonnal segítséget kért. A szakemberek a gyerekek biztonsága érdekében soron kívül befogták a rajt és eltávolították a kaptárt. Lehetőség szerint az összes méhecskét begyűjtjük, levágom ezeket a cseppágakat, hogy minél több egy helyen legyen. Szakember segítségével gyűjtötték be ezt a méhrajt a Detki óvoda udvaráról. Az egyik dajka vette észre reggel, hogy a méhek kaptárépítésbe kezdtek. Az intézmény vezetője a falugondoktól kért segítséget. Én azonnal reagáltam a telefonhívásra, kijöttem, megnéztem. Egy elég szép számmal rendelkező darás család költözött az óvoda területén az egyik fára, és reggel óta majdnem duplájára építették azt a kaptárt, amit ők elkezdtek ott építeni. Majd a helyi darázsírtó céget felhívtam telefonon, akik azonnal reagáltak a hívásomra, és soron kívül rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, és elkezdték a darazsak begyűjtését. Az Agria speciális mentőcsoport darazsak befogásával foglalkozik. A szakember kiérkezésekor megállapította, hogy az óvoda túljájára nem darazsak, hanem méhek költöztek. Ettől függetlenül segített az eltávolításukban. Nem lenne velük probléma, mert hogy házi méhek, tehát ők nem bántanak, hanem nem piszkáljuk őket, viszont óvoda udvaron van egy túljának a vékony ágán, a szél eléggé rázza őket, nem túl nyugodtak, az óvodás gyerekek zsivaja főleg fel tudja őket ingerelni, ezért
eltávolítjuk a méh rajt. Ha a méheket nem távolították volna, elveszélyessé is válhattak volna a gyerekekre nézve. Ha például a kaptár súlyától letört volna a tuja ága, azt a méhek támadásként értelmezték volna, erre pedig agresszívan reagálnak. A szakember felhívta a figyelmet, hogy ha valaki észreveszi, hogy a háza padlására vagy a kertjében méhraj vagy darazsak költöznek, kérjen segítséget a katasztrófavédelemtől, egy helyi méhésztől vagy darásfészkek eltávolítására specializálódott szakemberektől. Egy feldühödött raj támadása ugyanis életveszélyes vagy akár halálos sérüléseket is okozhat. Megemlékezést tartott az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület Lakatos Alajos halálának emlékére. A két éve elhunyt egykori alapítóról dr. Komáromi István, az egyesület tiszteletbeli elnöke elmondta, a cigányságnak azt az utat kell folytatni, amit Alajos kijelölt, vagyis csak tudással lehet felszámolni a romák és magyarok közötti különbségeket. Az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület és a Halmaugrai Tanoda két éve elhunyt alapítójáról Lakatos Alajosról emlékeztek meg a településen. Az egyesület tiszteletbeli elnöke emlékeztetett Lojzi bácsi szavaira, vagyis arra, hogy a cigányság felemelkedése csak is a tudással érhető el. Aki tanul, egy szakmát szerez, lesz egy biztos állása, az eltartja a családját, és ezzel gyakorlatilag a gyerekeit is fel tudja emelni, hiszen ad vele egy példát is. Tehát a másik gondolat a Lojzinak, megint nem méltatás, hanem ez egy teljesen józan paraszteszű gondolat, hogy a sorsunkat a kezünkbe kell venni, és nem csak álmodozni kell, hanem konkrétan a napi tevékenységbe ezt be kell építeni. Az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület elnöke szerint Alajos pótolhatatlan űrt hagyott maga után, ugyanakkor olyan szilárd alapot hozott létre, amely biztosítja az egyesület számára a hosszú távú fejlődés lehetőségét. Az ő javallatainak köszönhetően maradtunk életben, és még párt sem maradt fenn ilyen hosszú ideig, mint a Roma Magyar Egyesület. Ez mind annak köszönhető, hogy az ő elméleti síkján próbáltuk képviselni az egyesületet, és maga a munkánkat is úgy próbáltuk képviselni és végezni. Az ünnepi rendezvényen többek között Gyöngyösváros és Halmaugra önkormányzata, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint több civil szervezet is elhelyezte a megemlékezés koszorúját Lakatos Alajos márványtáblája előtt. Futballázz Gyöngyösön. Sokakat vonz a főtérre az az óriás ledfal, amin a 2018-as oroszországi világbajnokság mérkőzéseit lehet megtekinteni. Bár a torna csapatai között ezúttal nem szerepel a magyar válogatott, azért így is van kiért szorítania a magyar szurkolóknak. Sok izgalmat és nem várt eredményeket hozott eddig az oroszországi világbajnokság, már a csoportkör mérkőzései alatt is. A házigazda Oroszország és Japán eddig az elvárásokon felül teljesített, és Izland is megtartotta az Európa-bajnokságon látott remek formáját. A Franciaország-Peru mérkőzést kifejezetten sokan nézték a főtéren, hiszen a franciákat a szurkolók között is többen végső esélyesként emlegetik. Most egyértelmű a franciáknak. És a világbajnok ki lehet? Hát mondjuk ilyen, ő rájuk tud pedig kevesen, mindenki a spanyolokat mondja, vagy de én a franciákat tud pedig. Döntőt kivel jártál? Volt olyan is, aki azonban inkább az esti mérkőzést várta, ahol a bombaformában lévő horvátok Argentinával találkoztak. Melyik meccs volt eddig a legjobb a VB-n? Ezt nem tudom megmondani. És melyiket várod a legjobban? Hát ami más után következik. Kivel játszik horvát? Argentin. Te is egy francia-spanyol döntőt vársz? Hát benne van. Franciaország végül hozta a kötelezőt Peru ellen, Kylian Mbappé góljával, míg Argentina megsemmisítő vereséget szenvedett a horvátoktól, így majdnem biztos, hogy a csoportkörben véget ér számukra a világbajnokság. A Határtalanul program keretein belül az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola 7. osztályos tanulói 5 napos kirándulásra jutottak el. A diákok fotók, videók visszanézésével, történetek mesélésével elevenítették fel emlékeiket, majd egy totó segítségével mérték összetudásukat a látnivalókról. Közösen elevenítették fel élményeiket az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola 7. osztályosai. A Határtalanul programnak hála közel 30 diák utazhatott el erdélyi területekre.
az iskolások élményekkel tértek haza. Nagy örömünkre szolgált, hogy mi vagyunk az az évfolyam, akik már a emelt összegű támogatást igénybe vehettük a határtalanul pályázatunkhoz, így iskolánkból először 5 napos kirándulást tudtunk tervezni, és egy hosszabb úti célt Erdélyt választottunk. Hogy június 1-től június 5-ig kirándulhattak a gyerekek, és úgy gondolom, hogy gyönyörű élményekben volt részünk. A gyöngyösi diákok Egyvérből valók vagyunk címmel június 4-ére egy műsorral is készültek. A gyerekek számára először meglepő volt, hogy erdélyi területekre utazva az ottani diákok is magyarul beszélnek. Gyergyó Szent Miklós volt a kedvenc helyem, és az, hogy tudtunk a székely tanulókkal beszélgetni, és megkérdeztük, hogy ők miért szeretnek székelyenek lenni. A diákokat a fotók és videók után egy totó is várta az Erdélyben látottakról. A gyerekek csapatmunkában nagy izgalommal válaszoltak a kérdésekre. Az intézmény korábban is vett már részt a programban, a következő években is pályáznak, hogy diákjaikat különböző élményekhez juttassák. A Gyak Ökölvívó szakág vezetője Debreceni László újabb jó híreket hozott a sportág berkeiből. A klub fiatal bunyósai nemzetközi versenyen járva értek el szép eredményeket Vecsésen. Az egész nyár sűrű lesz, mert most minden héten megyünk. A hétvégén szombat-vasárnap Vecsésen voltunk egy nemzetközi ökölvívótornán, Varga Viktor emlékversenyen. 46 kilóval Miklós Zoli és 50 kilóval Ivanics Gergő, 2 első helyezést hoztunk el. Az utánpótlás versenyzők kiváló eredménye jó alap lehet arra, hogy szeptemberben hazai környezetben a magyar bajnokságot megrendezendő Gyöngyösi Atlétikai Klub és az ezt követő Európa-bajnokságon is jó szerepeljenek. Juniorokat előtt most nagyon nagy feladat van minden szinten, tehát nemzetközi szinten és hazai szinten is. Hát ugye az köztudott, hogy szeptemberben itt van a Dr. Fejes András sportcsarnok rendező korosztály legnagyobb tornáját, junior magyar bajnokságot, és utána közvetlenül Európa-bajnokság, Európa-bajnokság kint Oroszországban. Tehát oda ez felkészít mindenféleképp, és gyakorlatilag minden héten meccselni kell, mert ugye az a legjobb edzés a meccs. Minden sportágban ugye a játék a legjobb edzés. A szakosztályvezető elmondása szerint az ifjú Ivanics Gergőre érdemes lesz majd figyelni. A tehetséges boxoló, ha szorgalmasan gyűjti a hazai versenyein a dobogós helyezéseket, nagy eséllyel pályázhat a válogatott 50 kg-os súlycsoportjában az EB utazásra is. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének előzetes várakozásai szerint 30%-kal is nőhet a turizmusban szép kártyával elköltött összeg jövőre az ideihez képest, mondta Könnyid László, a szervezet elnöke, a 2019. évi adótörvényekben megfogalmazott változások kapcsán. A törvényjavaslat szerint jövőre a szép kártya marad az egyetlen kedvező adózású kafetéria elem. Tavaly a hazai hotelekben a vendégek több mint 17 milliárd forint értékben fizettek szép kártyával, ami a panziók, szállodák, belföldi szállásdíj bevételének csaknem 20%-át tette ki. Júliustól a kormány megtéríti a KRESZ tanfolyam és vizsgadíját a 20 évnél fiatalabbaknak. A tanfolyam és a vizsgadíjának visszatérítése 25 ezer forintos értékhatárig jár, és abban az esetben is igényelhető, ha valaki a KRESZ vizsga után nem vesz részt azonnal gyakorlati oktatáson, írja a napi.hu. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Ökopolitikai gondolkodásmód, nyári akadémia Sástón. Befogták a Detki óvodába költözött mély családot. Határtalanul, költészet és természet megismerésének nyomában. Önök az aktuálist látták pénteken, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig újra friss hírekkel jelentkezünk. A viszontlátásra!